több ezer darabos gyűjteménye van a szegedi Bolonkai Sándornak. Közel 49 millió forintot nyert két szerencsés a Skandináv Lotton. A Szerencse Szombat színpadán az Ózon Mama. Szerencsés napot kívánunk, ez a Szerencse Híradó. Ma Szegedre látogattunk el, ahol is Tápé városrészben meglátogatjuk Bolonkai Sándort, aki az elmúlt évtizedekben szenvedélyének köszönhetően több ezer sörös korsót és poharat gyűjtött össze. Ma is fogunk játszani két szerencsések, akik természetesen megnyerhetik a kezemben látható összes sorsjegycsomagot, feltéve tudják a választ Géza kérdéseire. Játszhatnak velünk önök is, figyeljék a szerencse szóbetűit a képernyő jobb felső sarkában. Kezdjünk! Első játékosunk Bence. Szia, Bence! Sziasztok! William mondja a szabályokat. Ez egy 50 másodperces játék, Géza 5 kérdést tesz fel neked ennyi idő alatt. Minden helyes válasz egy ilyen sorsjegycsomagot ér. Hogyha nem tudod a választ, akkor passzolj, és a kérdéssor végén még visszatérhetünk a passzolt kérdésre. Lili, indíts az órát. Indítom. Mit ünneplünk április 11-én, az irodalom vagy a költészet napját? A költészet. Egy jó válasz. 123 éve április 11-én szerezte meg Hajós Alfréd az első magyar olimpiai aranyérmet. Milyen versenyszámban szerezte? Gyorsúszásban vagy műugrásban? Gyorsúszásban. Két jó válasz. Mikor csatolták Tápét Szeged városához? 1973-ban vagy 93-ban? 73. Három jó válasz. Kivel vezeti a Családi Kör című műsort Rókusfalvi Pál? A feleségével vagy a lányával? Lányával. Így van. Sorolj föl legalább három olyan szerencsejátékot, amelyeknek a kísérőjáték a Joker. Ez egy kísérőjáték a Joker. Melyik játékoknak lehet a kísérőjátéka? Joker... A veszeres szelvényt megkérdezik a lottózóban, hogy Joker, menjen mellé. Ezt nem tudom, sajnos. Az ötös lottó, ne, hatos lottó, Skandináv lottó, Eurojackpot, Keno és Luxor lett volna jó válasz. Így is négy jó válaszod volt, gratulálunk! Köszönöm szépen! Hajrá! A játék után lássuk az elmúlt hét nap nyeremény híreit. Az ötös lotton 32 darab négyes volt. Ez a nyertesek számára fejenként több mint 2.628.000 forintot jelent. A hatos lottón a 31 darab 5 találatos tulajdonosai több mint 566.000 forintot vihetnek haza. A Skandináv lottón a két darab teli találat közel 49 millió forintot ér a nyerteseknek. A Jokeren három szerencsés gazdagodott 1.300.000 forinttal. A Luxorban a két darab teli találatos tulajdonosai több mint 3.833.000 forintot vihetnek haza. A Totón egy szerencsés talált el 13 meccs végeredményét. Nyereménye 2.206.060 forint. Az Eurojackpoton két darab 5 plusz 1-es született, és volt egy magyarországi nyertes szelvény is. A tulajdonosok bruttó több mint 893.000 euróval gazdagodtak fejenként. Múlt heti szerencseszavunk a zsoké volt. E heti helyes megfejtőink Csabai Kitti Váci és Vajna Imréné Marcali játékosaink, akik 9000 forint értékben nyertek sorsjegyeket a Szerencsejáték ZRT jóvoltából. Gratulálunk! 1973 óta foglalkozik sörös korsó gyűjtéssel Bolonkai Sándor. A gyűjtő az elmúlt évtizedekben több ezer sörös korsót, poharat és címkét gyűjtött össze. Sándor elmondása szerint a mai napig töretlenül járja a bolhapiacokat és régiségvásárokat, hogy a szerencsének köszönhetően rátaláljon egy-egy igazán különleges darabra. ...46 éve gyűjtöm a korsókat, mind más és más, természetesen mindenből egy darabban. Jelenleg olyan 6600 körül tartok. 5000-nél álltam meg, kivettem két hét szabadságot, utána úgy döntöttem, hogy folytatom tovább, mert 46 évet nem lehet csak úgy elfecsérelni. Töretlenül, természetesen most már minőségi dolgokra megyek rá, nem a mennyiségre. Helyszüke miatt is, meg anyagiak miatt is, mivel már nyugdíjas vagyok. 1999-ben megalapítottuk a Magyarországi Sörös Korsó és Pohárgyűjtő Egyesületet. Kb. 50-en vagyunk jelentősen, most leszünk 20 évesek a jövő héten. Amióta sör létezik 3-4 ezer évet, azóta létezik korsó is. Annak idején nyilván különböző fémekből, vasból, címből, omból, részből, aranyból, elefántcsontból készítettek korsókat, és aztán a 18-19. Századtól már kialakultak az úgynevezett kerámia és cserép korsók, manufaktúrák lőttek létre, kézműves cégek, gyárak, iparmágnások kezében, akiknek keftelésük volt, hobbiuk volt. A Westfáli hegyeknek nagyon alkalmas a talaja, az agyag a korsó készítésre, a kerámia készítésre, és hát tulajdonképpen ebben a legnagyobbak a németek. A Németországban kb. 4500 féle sört főznek. Kb. Ugyanennyi korsó létezik, mert minden egyes cég, aki ad magára,
gyárt, készít korsót. Természetesen a nagy cégek többet, a kicsik kevesebbet. Nem lennék magyar, ha nem kezdenem a Kossuth korsóval. Egy agyagházat bontottak, és a fönt a padláson kasba találták ki, a régi újságpapírba becsomagolva. Megalkottunk rá is. Nagyon jutányos áron sikerült megvennem. Ezután az országban több múzeumban ez a korsó járt körbe. Ez körülbelül 1850 körüli. Hát egy különleges darab valóban. Nem vagyok nagy italos. De maga a szenvedélyem az nem az italozás miatt van, hanem ez egy gyerekkori álom, szerelem, és ez valószínűleg a életem végéig elkísér. Más kezekbe adni ezt egy nagy őrültség lenne, én nagyobbik fiamra gondoltam. Szeretnék maradandót alkotni, hogy talán fog tudni valami olyat kezdeni vele, egy olyan múzeumot építeni, ami tovább viszi ezt a gyűjtési szenvedélyt, és a köz megtekinteti majd, mert egyébként úgy gondolom, hogy felejtésbe merülne, eltűnne, elkopna, eltörne. Második szerencsés játékosunk Emese. Szia, Emese! Sziasztok! Kettőtől vizsgázol. Igen. Izgulsz? Egy kicsit, de ettől jobban. Ettől jobban? Igen. Akkor biztos, hogy könnyű vizsga lesz. Szabályokat már ismered? Igen. Lili, indítsd az órát. Indítom. 114 éve április 11-én született József Attila költő. Melyik város volt a szülővárosa? Budapest vagy Kecskemét? Budapest. Egy jó válasz. Melyik a szerencsejáték ZRT egyik legújabb sorsjegyének elnevezése? A lottóláz, a buksa vagy az arany? Az arany. Két jó válasz. Melyik magyar költő versének címében szerepel Tápé neve? Radnóti Miklós vagy József Attila? Radnóti Miklós. Tápé öregeste. 2013-ban vagy 2018-ban szűnt meg Tápénál a kompát kelő a Tiszán? 13-ban. Négy jó válasz. Mi a neve a két szegedi Tisza hídnak? Az egyik a Belvárosi híd. Másik is Be-vel kezdődik. Ennyit segítek. Muszáj. Be-r. A Bertalan híd. Négy jó válaszod volt. Gratulálunk a nyereményhez. Köszönöm szépen. Most pedig térjünk vissza a szerencse szóhoz. Mai megfejtésünk egy olyan személy elnevezése, aki felhalmoz bizonyos dolgokat. Remélem, hogy tudtam segíteni. Ez alkalommal 8 darab sorsjegy csomagért játszhatnak. Mai két játékosunk ennyi helyes választ adott. A jó válasz címükkel együtt vasárnap éjfélig küldjék el nekünk a szerencsehíradókokat szerencsejáték.hu e-mail címre. És ne feledjék, most is két nyertest sorsolunk. 2018-ban megjelent lemezéről hozott dalt a Szerencse szombatba az Ózon Mama. Az újabb fonogramdíjat bezsebelő formáció tagjait idei terveikről és saját szerencse történeteikről kérdeztük. Nagyon megtisztelő volt, hogy harmadízben is jelöltek minket a fonogramdíjra, ugyanis ugye 2012-ben és 2016-ban már kaptunk ezt megelőzően egy díjat. Ez egy szakmai díj, én úgy érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ez talán egy, az egyik olyan elismerés, amit külföldön, tehát én tapasztalatból beszélek, külföldön is számít. Tehát külföldön is nyitott már meg nekünk kapukat, ugye ez a Hungarian Grammy, ezt úgy hívjuk. Egyébként tényleg így hívják külföldön a fonogramot, és tudnak róla. Abszolút jó, hogyha egy zenekarnak a biográfiájában ott szerepel, mert ezt egy komoly dolognak tartják. Egy live session videóra készülünk, most tavasszal, április-május környékén, azt megcsináljuk, egy stúdióban, illetve hát május végén vagy nyár elején kihozunk egy új videóklippet is, úgyhogy erre is készülünk nagy erőkkel, meg hát készülünk a bulikra, a nyári bulikra, az őszi bulikra, a turnéra, vannak terve dolgok, dolgozunk rajta, készülünk rá. Kedves nézőink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon. A Szerencsejáték ZRT-t követhetik a közösségi oldalakon, a Facebookon, Instagramon és YouTube-on. Találkozzunk a jövő héten is itt, a Dunán. Legyenek addig is nagyon szerencsések. Viszontlátásra! Viszontlátásra!